A karácsonyi után húsvéti rendezvényt is szervezett a Segítsük Egymást Vajdaság civil szervezet és a Destinus ifjúsági szervezet. Április 3-án pénteken a szervezet tagjai, szimpatizánsai a Városháza előtti kis parkban gyülekeztek. A legkisebbeket a szegedi Pepi Bohóc és csapata szórakoztatta. A rendezvény legizgalmasabb része a játékos vetélkedő volt, amikor is a gyerekeknek meg kellett keresniük a parkban a fák, a bokrok, a virágágyások közelében elrejtett csoki tojásokat. A gyerekek örömmel vettek részt a játékban, és hamar meglettek a nyuszi tojások. Az adományokat az önkormányzattól, a Focó Cukitól, a Szédu Cukrászdától és a Szabadkai Dragúj Szince 2007-től, valamint a Destinus Ifjúsági Szervezettől kaptuk. A gyerekek, ahogy látom, nagy számban jöttek, és nagyon jól sikerült a program. A két civil szervezet közös húsvéti rendezvénye a nyuszi ajándékok kiosztásával ért véget. Elsősorban próbáltunk mi is embereket toborozni erre a mai akcióra, valamint támogatókat szerezni. Tulajdonképpen mi próbáltuk úgy összehozni ezt az egész rendezvényt, hogy ezáltal egy példamutató rendezvényt tudjunk létrehozni, hogy ne csak idén jövőre is legyen ebből valami. És hát ez az első aktivitásunk ebben az évben, ami közösen kezdődött, és hát remélem, hogy még ezt nagyon-nagyon sok ilyen aktivitás fogja majd kísérni. A két civil szervezet legközelebb május 1-én és 2-án szervez egésznapos gyermekprogramokat a Tandari Tanyán.